embernek, az is fejszpontvédség volt egyébként. No, tehát itt alakították ki a konténer kikötőt, és itt pedig a Roró kikötőt, amelyiknek gyakorlatilag nincs forgalma. Nem tudom, tetszenek tudni, ez az, hogy a kamiont rávinni az uszájra, és akkor ne vonuljon át az országon, de lehetett-e. Na most szomorúan kell mondanom, az előbb már fejtegettem egy-két órával ezelőtt, hogy a magyar vizek nem a legjobb felé folynak. Ennek a kikötőnek a sorsát is befolyásolja egy jó pár tényező. Annak idején a város peremén volt. Annak idején a magyar hajózás létezett, ma pedig csak tengődik, tehát nincs igazi hajóforgalom. Tetszettek látni, hogy ilyen kevés hajó van magyar lobogó alatt. Magyar vizet jelző. Igen, ugye nagyon kevés van, tehát lecsökkent a vízi forgalom. A másik pedig az autópálya elszívta a forgalmat, úgyhogy a soroksári logisztikai központ sokkal nagyobb és kedvezőbb helyzetben van, de egész Sziget-Szentmiklós is, mert Csepelnek ugye az a csapása, hogy a körgyűrű tőle délre helyezkedik el, tehát Csepelen jövedelmet a körgyűrű csak inkább gondokhoz, hogy meg hát azért javítja a mi közlekedési lehetőségünket. Úgyhogy a kikötőnek a sorsa ilyen szempontból, bizonyos szempontból behatárolt. Várni kell, hogy a vízi közlekedés tovább fejlődjen, de azért örömmel hallom, hogy a Duna-Majna csatornán is víznek árut innen is. Na most azt is el kellett volna mondanom, hogy a Duna-Majna csatorna 92-ben nyílt meg, az 3505 km hosszú. Szulinától egészen fel az Északi-tengerig, és attól is várható volt, hogy megnől majd a magyar hajóforgalom, de hát az meg hajó kellene, hogy megnőjön, meg rendezni a gázlókat is, mert van itt gázló Budapoknál is, meg van Könyűnél is, úgyhogy vannak ezzel problémák. Na most ennyit fejlesztettek az utóbbi talán 10 évben, és az a Roró